Úgy tűnik, hogy Nikki Bellucci a saját elmondása szerint maga is egy ilyen hibás vagy diszfunkcionális családból érkezett, tehát eleve megvolt ez a hajlam rá, hogy keresse a figyelmét a férfiaknak, vagy az embereknek úgy általánosságában olyan módon, ahogy azt tudja a legegyszerűbben, az pedig nem más, mint az, ahogyan kinéz. Különösen fontos ezért a szülők számára, hogy észben tartsák mindezt, lehetőleg mielőtt gyereket vállalnak, de hogyha már az nem történt meg, akkor gyereknevelés közben. Mert a formációs évek azok hamar elszállnak, mondjuk az 1-től 6-7-8 éves korig, és utána már nagyon nehéz, hanem lehetetlen megváltoztatni azt a személyiség magot, ami kialakult abban a gyerekben. Nézzük, hogy milyen volt Nikki Bellucci-nak a korai élete. Azt mondtad, hogy a te gyerekkorod az önértelemben nem volt zökkenőmentes, hogy sokat veszekedtek a szüleid. Így van. Ez mit jelent? Azért emeltem ki ezt a képet, hogy lélekben Kadarkai Endrével a szégyen Nikki Bellucci, mert ez az egyik legfontosabb eleme annak, amiről szeretnék beszélni most. Ezért is mondtam, hogy bizonyos dolgot az ember nem tud jóvá tenni már, és a következményeit nem tudja levetkőzni. Különösen manapság, amikor minden, amit mondunk, minden, amit csinálunk, lassan már, amit gondolunk is felkerül az internetre. Az embernek nagyon meg kell fontolnia, hogy mit, mikor, kinek mond, és mit csinál, meg hogyan. Az ő esetében mindaz, amit ő csinált, az örökre ott lesz az interneten, és mindig mindenki úgy fog rá emlékezni, mint Nikki Bellucci, a topless DJ, illetve a felnőtt filmes sztár. De a családi háttér az tipikus, és megfelelő annak az életformának, amit ő választ, illetve amit oly sok más fiatal lány választ. Diszfunkcionális család, nincs meg a megfelelő mennyiségű figyelem és szeretet, és egy életen át keresi majd azt a figyelmet, azt a visszaigazolást, olyan módon, ahogyan csak tudja. És egy nő számára, kicsi gyerekkorától kezdve a legegyszerűbb megkapni a figyelmet, különösen a másik nemtől, mikor még az apja is esetleg ilyen diszfunkcionális, az, ahogyan kinéz. Igen. És inkább arra akart emlékezni, vagy azt akarta fönntartani volna, amikor sikered volt, és szerettek. Igen, így van. Egy ember hibás döntései tönkreteszik számos embernek az életét, megszégyenítik azokat az embereket, kellemetlen helyzetbe hozzák úgy a szüleit, az apját, az anyját, a testvéreit, most már a nagyanyjáról van szó. A nagyanyja soha nem említette meg neki, miközben újságkivágásokat gyűjtött, szóval kénytelenek hazudni egymásnak, és úgy élni egymás mellett, leélni egy életet úgy, hogy nem is tudja, hogy a nagyanyja tudta-e. Miközben feltételezhetjük, hogy tudja, még akkor is, ha idős volt, nem volt hülye, hogy kitalálja, hogy mit jelent az, hogy pornószínésznő a lányom, vagy topless DJ, aki egy melltapaszban zenél a közönség előtt. Mindezeket a dolgokat meg kell tanítani egy gyereknek, hogy a cselekedeteinek vannak következményei is, nem csak ő az, aki elszenvedi azokat a következményeket, hanem a tágabb meg a szűkebb környezete egyaránt. De ma, amikor azt tanítjuk nekik, hogy csinálj, amit akarsz, meg az a legfontosabb, hogy teljesedj ki, meg légy boldog, meg semmilyen korlátot ne szabjunk neked, hogy ne irányítsuk, hogy ne neveljük, hanem majd legyél valami, ha csak engedjük a gyerekeket, hogy legyen valami, mindenki olyan lesz, mint egy állat, mint Maugli. A gyerekbe bele kell nevelni azt, ami helyes. Tűzzel, vassal, az a lényege a szülőségnek, hogy a gyereket felnevelje, nem az, hogy hagyja, hogy felnőjön. De amint mondtam már korábban, én várom azt a pillanatot, amikor kiteljesedik ez a torszülött, pszichopata meg szociopata generációk, amik növekednek fel, és majd minden szülő szembesül azzal, hogy mik azok, amik felnőttek a családokban idézőjelben. Ha egyáltalán fel fogják fogni, hogy ez a katasztrófa, ami történik körülöttünk, azt mind ők okozták azzal, hogy ilyen embereket hagytak, hogy felnőjenek. Mert nevelésre nem hiszem, hogy tudnánk beszélni. Nem elég, hogy nem beszélt a nagyanyjával erről, még a szüleivel sem beszélte meg, legalábbis most ezt mondja. Szüleid feloldoztak-e aztán? Nem beszéltünk soha róla. Meg könnyebb benne a szíved vagy a lelked, hogyha egyszer azt mondanák, hogy ami volt, volt, felejtsük el. Jaj, de jó lenne. Egy gomb nyomásra kitörölni az egészet. Két dolog, amit érdemes ebből a legutolsó szegmensből megérteni. Az egyik, hogyha visszafele haladunk, az az, hogy azt mondja, hogy 22 éve volt, kit érdekel. Úgy tűnik, hogy az embereket még mindig érdekli. Azért, mert ezt nem tudja lemosni magáról senki, ezt az életformát, amit ő választott akkor. A múlt hibája tehát örökké vissza fog térni. Ez a kísértet soha nem fogja őt elhagyni.
ezért javaslom azt mindenkinek, ez esetben a lányoknak, hogy gondolják meg alaposan, hogy mi az, amit csinálnak, kivel, mennyit, hol, mikor, mi az, amit megosztanak magukról, meg milyen döntéseket hoznak, mert vannak kísértetek, amiktől nem fognak tudni megszabadulni soha. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, technikai számunk 2594, minden egyéb adatot megtaláltok Infobubble, illetve Yahoo útja weboldalainkon, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooutja.hu weboldalainkon ez elérhető. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan találkozunk, addig is minden jót és halleluja!